Hát az első transzplant után akkor minden jó volt, de ahogy teltek így a hónapok, meg inkább az évek, a negyedik évnél volt nekem egy rosszul létem. És akkor 2020 nyarán volt egy olyan, hogy egyszer csak leállt otthon a szívem. Sziasztok, ez itt a YouSpace Podcast, és itt van velünk Zsuska, egy különleges vendég. És Zsuska, te egy ritka betegséggel küzdesz. Tudnál erről mesélni nekünk? 10 évvel ezelőtt, mikor karácsony volt, egyszer hirtelen rosszul lettem. Először azt hittük, hogy mivel hogy akkor volt karácsony, biztos elrontottam a gyomrom vagy valami, de ahogy teltek így a napok meg a hetek, én úgy lettem egyre rosszabbul. Először, amikor kimentünk a klinikára, azt hitték, hogy epeköben van, de mivel egyre rosszabb lett úgy minden eredményem, így elkezdtek jobban kivizsgálni ezt az egész dolgot. És nagyon nehezen, de végül kijukadtunk egy kardiológusnál, aki azt mondta, hogy bizony itt szív probléma van a háttérben. És akkor derült ki, hogy egy ismeretlen eredetű vírus megtámadta a szívemet, és emiatt szívizomgyulladást kaptam. Hát akkor mi abban hittünk, már az orvosok is azt mondták, hogy ennek a szívnek van esélye magától meggyógyulni, mivel ugye vírusra nincsen gyógyszer, ezért csak várni tudtunk. A protokoll szerint ez 6 hónap. Mi megvártuk ezt a 6 hónapot, és akkor mondták, mivel egyre rosszabbul lettem, hogy itt már igazából már nincs hova várni. Egyedül egy esélyem maradt is az, hogyha megtranszplantálnak. És akkor, mivel már nagyon súlyos volt az én állapotom, ezért viszonylag hamar fel is kerültem így a listára. És akkor hány éves voltál? 10 évesen igen. Volt az első szívtranszplantáció. És felfogtad, hogy mi vár rád 10 évesen, azért nehéz lehetett. Hát akkoriban nyilván inkább bennem az fogalmazódott meg, hogyha oké, megműtenek, és akkor megyünk haza. Én akkor 8 hónapot feküdtem bent, és én már tényleg csak így az volt bennem, hogy menjünk már haza. 8 hónapodban voltál a kórházban? Igen, nem engedtek haza, mert nem merték, hogy ha esetleg otthon leszek rosszul, akkor mit csinálunk. Úgyhogy így volt a biztonságos, akkor fel is rendeltek így Budapestre. Már abban én így itt, meg a debreceni klinikán feküdtem. És akkor... Hát ugye az orvosok próbáltak mindenféle ilyen keringéstámogatókkal így segíteni, de mikor megtörtént a transzplantáció, akkor hál' Istennek minden akkoriban úgy flottul történt, mert úgy tűnt, hogy a szervezetem is úgy befogadta hamar így a szívemet, és akkor rohamosan elkezdett javulni ezzel. Most múlt időben beszél, szóval ez így lett. Mi történt ezután? Hát az első transzplant után akkor minden jó volt, de ahogy teltek így a hónapok, meg inkább az évek, a negyedik évnél volt nekem egy rosszul létem. Pont egy ilyen transzplantációs táborban volt. Itt hány éves voltál? Hát itt már majdnem 15. És már a 15. szülinapomat a kórházban az intenzíven töltöttem. És akkor mondták, hogy egy olyan kilökődés indult bennállam, amit gyógyszeresen próbálnak valahogy így visszafogni, de nem tudhatjuk, hogy ez meddig, meg hogyan fogja így bírni. És akkor ezt meg tudták elítani, viszont az a kilökődés annyira erős volt, hogy utána egy ilyen sorozatot indított bennállam. És akkor utána még, hát ugye akkor voltam 4 éves a szívemmel, és még 4 évig azzal kínlódtunk, hogy állandóan kórházakban voltam hónapokat, mert mindig kilökődés volt. És akkor 2020 nyarán volt egy olyan, hogy egyszer csak leállt otthon a szívem, egy 9 másodpercre, és akkor pont egy kezelés után mentünk haza, és akkor azt hittük, hogy megint ugye kilökődés megállt. És ha leállt 9 másodpercre a szíved, akkor mondhatni, hogy meghaltál 9 másodpercre? Hát én nem tudom akkor ott úgy mi történt. De hogy nem emlékszel erre konkrétan, hogy abban 9 másodpercben mi történt? Nem, akkor pont így otthon voltunk, meg anya mellettem volt, úgyhogy ő volt így mellettem, mert nekem volt akkor egy ICD pacemakerem, úgyhogy ugye, hogyha gáz volt, akkor ugye az is ki tudott ütni. De hát igen, szóval ott 2020 nyarán mondták, hogy igazából ez a szív már olyan rossz állapotban van, hogy már csak egy másik transzplant van, ami így szóba jöhet, hogy segítsen. És ez hogy működik? Egy embernek hányszor lehet szívátültetése?
Hát alapból nagyon nehéz, mert nagyon sok dologtól függ ez. Ugye, hogyha az ember betölti a 18 évet, akkor onnantól már egy orvosi bizottság elé kell kiállni, és nekem is így volt, hogy a másik transzplantnál már nekem kellene saját magamat képviselni, és ugye elmondani, hogy mi a helyzet is, hogy ugye miért lenne szükségem a második transzplantra. És erről tudtál tárgyilagosan beszélni, vagy azért nyilván elérzékenyültél, nem? Hát, mikor ugye ott álltam, akkor úgy, ugye az elején úgy tartottam magam, de hát emberből vagyok, úgyhogy a végénél már. Meg ott hát azért ez milyen embertelen már, hogy alapvetően a szíveddel van baj, tehát ami az egész szervezetedben dobogtatja a vért, és akkor még te indokold meg, hogy miért adjanak neked egy másik kicsit szívet. Kicsit embertelennek tűnt. Igen. De akkor végül kaptál második szívet. Igen. És mikor? 2021. novemberében, de akkor én, hát mivel mondták, hogy nekem nagyon nehéz lesz olyan szívet találni, ami hozzám passzol, pont ezért, mert hogy ugye a kilökődés miatt ezeket az ellenanyagokat nagyon kellett figyelni, hogy egyetlen lesz olyan szív, ami egyezni fog. Mert voltak korábban ilyen riasztások, hogy jött, de aztán mindig el lett küldve. És 2021. novemberében viszont mondták már, hogy az a baj, hogy valószínűleg már nem lesz olyan szív, ami én hozzám teljes mértékben passzolna. Szóval, hogyha érkezni fog szív, akkor azt be kell vállalni. És akkor igazából 50-50 az esélye, hogy most sikerül-e, vagy nem. De... És ezt mi alapján döntötték el, hogy nem lesz olyan szív? Hát az ellenanyagom, meg hogy alapból a vércsoportom is ritka, így nehéz összeegyeztetni. Úgyhogy akkor fél évet vártam ugye a második szívre, és hát igazából, mikor meg volt így a transzplant, akkor nagyon nehezen indult be, úgy maga a szív is, akkor utána rengeteg komplikáció jött még így elő, háromszor estem vissza a lélegeztetőgépre is, úgyhogy ott a felépülés, ez nagyon hosszadalmas volt, és akkor 11 és fél hónap után kerültem végül haza, nagy nehezen. És akkor a gimnáziumot elvégezted egyáltalán, vagy tudtál iskolába járni így? Hát itt tanakodtam, hogy most mi legyen, de mivel hogy nem tudtuk, hogy egyáltalán megélem-e a másnapot, így úgy voltam vele, hogy akkor inkább azt az évet úgy elengedem, de ugye én akkor voltam pont végzős, és ugye hát nem tudtam itt van lenni így a szalagtűzőmön, viszont a gyógytanászom volt olyan cuki, mivel ott tartottuk a 19. szülinapomat is, hogy ő így megtáncoltatott, majd anyáik felhozták az egyik ilyen báli ruhát, és akkor így elképesen így keringőzött velem egyet, meg egy kis szalagot is így felrakott, hogy na, akkor most már én is ellettem avatva. Tehát akkor kihagytál évet, de akkor ott... nem lettél magántanuló ez alatt az idő alatt? Hát vagy... utána. Utána. Utána magántanuló lettél, és úgy letetted végül az érettségit? Igen, így tudtam lerakni igazából. És most gondolkozol további tanulmányokban? Hát mindenképpen. Hát attól függetlenül, hogy most milyen helyzetben vagyok, én azért szeretnék... úgy még azért előre menni, amennyire úgy lehet. És mivel így a kórházban is rengeteg emberrel volt lehetőségem így beszélgetni, és úgy éreztem, hogyha úgy beszélgettem, hogy másokkal az úgy segített is. Szóval így emiatt is érdekel engem ennyire ez a pszichológia, hogy minél több embernek így a kis lelkvilágát meg tudjam én is érteni, hogy tudjak segíteni. Úgyhogy most így ez lenne a cél. És egyébként, tehát hogy ez a betegség nagyon rémisztőnek hangzik. Mennyire van, hogy így rádül a pánik, meg a rettegés? Egyáltalán. Már itt a 10 év alatt már annyira megszoktam, hogy mindig így a levegőbe lógok kb. Hogy most igazából én arra jöttem rá, hogy minél inkább lazábban kezelem, annál egyszerűbb. Talán a gyógyulást is segíti, hogyha jól állsz hozzá. Igen, tehát, az rengeteget számít. Magad. És szívesen. Hogyan jutottál el erre a folyamatra? Mert gondolom, amikor a 10 éves Zsuskával megtörtént ez az első eset, akkor gondolom nagyon féltél. Nem. Tehát, hogy ehhez volt valami út, vagy elejétől fogva könnyű volt? Hát amikor 10 évesen volt ugye az első, hát bennem nem az volt, hogy úristen, most kicserélik a szívem, és akkor most... Ezért, hanem akkoriban nekem volt egy kis fiúcska, aki úgy
úgy szimpatikus volt, és én inkább attól féltem, hogy ha kicserélik a szívemet, akkor őt már nem fogom tudni szeretni. Igen, de ez mennyire szép. Ez nagyon, igen. És akkor, és tudtad szeretni végül? Igen, és akkor pont ez volt, hogy ugye mondta az orvos, mert ugye hát félvel kérdezte meg, hogy én most ez az egész, ez mit szólok, és akkor ugye elmondtam a kis félelmem, és akkor jaj, hát úr is, hát ettől ne féljél, hát ilyen gond nem lesz. Amikor azt mondtad, hogy így azt érzed folyamatosan, hogy a levegőben lógsz, akkor mire gondoltál pontosan, hogy ez milyen érzés? Hát, hogy sosem lehetek biztos, hogy mit hoz a holnap. Uh-huh. Amikor például most is, mert ez az egész úgy volt, hogy egyik nap még kirándultam, itt Pesten mentem a Gellért-hegyre, mentem a János-hegyre, és csak annyit éreztem, hogy szaporabb a szívverésem. És akkor a következő héten megközli velem az orvos, hogy lehet, hogy mindjárt vége. Hallottam, hogy írtál egy bakancslistát. Igen. Erről mesélsz egy kicsit. Ugye, amikor kiderült, hogy mekkora a baj, hát akkor úgy gondolkodtam, hogy hát most igen, ez a helyzet van, de hát akkor maxoljuk ki azt az időt, ami megadatik. És mik vannak rajta, vagy ez titkos? Nem. Fú, hát rengeteg minden, mert most egyébként az óta majdnem több mint a felét már ki is tudtam pipálni. Úgyhogy nagyon durva, hogy így az elmúlt időszakban így az emberek is így mennyire így mellém álltak, meg így tényleg azon vannak, minél több örömet, meg így tényleg segítséget nyújtsanak. Például, hogy sose láttam a tengert. Nekem az ilyen top egy bakancslistás. Így egyszer úgy érezni, így az illatát, meg így ezt az érzést, hogy na akkor, hogy tényleg nem a négy fal között vagyok így a kórházban, hanem úgy messze egy kicsit úgy elvonulni. Hát az a látvány. És azt mondtad, hogy a haláltól nem félsz. Nem. Viszont ez mégis egy fájdalmas és rémisztő út, ez a betegség. Van valami, amitől félsz? Talán attól, hogy fájni fog. Jobban, mint a nehézségek, amiken már túl vagy. Uh-huh. Igen, mert nálam nem is az volt bennem így sose, hogy igen, rengeteg fájdalmat átéltem, és volt, hogy szívem szerint úgy sikítottam volna, de nem lehetett, mert akkor azt mutatom, hogy gyenge vagyok, és akkor úgy nem. Szóval igen, nálam így a fájdalom az, ami úgy be tud tenni, akár lelki, akár fizikai, amikor úgy már úgy sok tud lenni. És benne most az merült föl, hogy nincs benned óriási harag azért a dologért, ami ide juttatott téged? Bennem biztosan lenne. Hát régen volt. Nyilván kamaszként sokkal rosszabb volt, mivel hogy fiatalon kerültem be, kis kamaszként. Utána jöttek a kamasz dolgok. Hát alapból egy átlagos kamasznak is nehéz, nem, hogy egy transzplantáltnak. Szóval, és ugye ott is egyedül voltam, hogy a kis problémáim van, aztán úgy nehéz volt így azokon is úgy átlibbenni. És így a forgatás előtt beszéltünk ezekről, hogy ilyen kamaszkori problémák. Te ezeket így hogyan élted meg? Vagy milyen lehet így átlagos kamasz életet élni, úgyhogy rohadtul nem átlagos kamasz az életed. Hát úgy, hogy mivel ott is leginkább kórházban voltam, nagyon azt se tudtam megélni, hogy most nem tudom, akár a suliba egy-két ilyen piszkálódás, mert nem az volt a prioritásom, hogy most, ja, most valaki beszólt, hogy milyen a hajam, vagy bármi, hanem hogy most az orvos mit mond. Ami még számomra nagyon különleges benned, hogy ennyire nyíltan tudsz erről beszélni. Vagy nem tudom, hogy ezzel amúgy van valami célod esetleg, vagy egyszerűen csak neked ez az érzés megvan, hogy így könnyebb kifele. Igazából mióta jönnek ezek a felkérések, hogy esetleg így egy-egy interjúba, akkor nálam igazából ezzel nem is az a célom, hogy így az emberekre így az én kis dolgaimat így ráterheljem, hanem hogy esetleg motivációt vagy erőt adhassak arra, hogyha van egy kilátástalan helyzet, akkor is ki kell hozni abból is a maximumot, amit csak lehet, mert egy életünk van, és ezt kell helyesen élnünk. És volt, aki esetleg már keresett meg téged azzal, hogy tudom én, hasonló betegsége van, vagy egyáltalán jött-e olyan tudom én, nem komment, hanem bármilyen üzenet, amiből azt érezted, hogy ez nagyon jó, hogy ezt csinálod, és hogy erről beszélsz nyíltan. Egy-két ilyen kis szívbeteg kis lányzó úgy rám írt, hogy így látták, és akkor, hogy ő is úgy elgondolkodnak úgy a saját életükről is, hogy
Igen, mert inkább amúgy én ezzel az egésszel én inkább egy értéket szeretnék képviselni, vagy egy pici lenyomatot hagyni magam után, hogyha esetleg bármi történik velem, hogy tényleg, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy úgy egyedül vannak úgy a problémával. Most ugye a médiában meg mindenhol nagyon megy ez a body positivity, hogy nagyon szeresd a tested, és nehéz úgy szeretni a testedet, hogy közben tudod, hogy a tested így romlik, meg hogy löki ki a szívet, meg hogy tudod, hogy a tested az egyszer így el fog múlni. Hát ugye itt az a fura, hogy én saját magam ellensége vagyok, mondjuk ki. És szeretnék ezen amúgy tudatosan is változtatni, vagy nem csak így mentálisan, hanem most például úgy elkezdtem edzeni. Nyilván a testünk előbb vagy utóbb egyszer fel fogja adni, de én ilyenekben úgy nem szoktam gondolkodni, mert én úgy érzem, hogy most minden, ami történik, az értem történik. És hogyha esetleg meg is történne, akkor lehet, hogy a testem feladja, de így a lelkem, én hiszek abban, hogy az lelkünk az örökké él, és hát akkor majd akkor következő életben jobban megpróbálom. Többet gondolkozol így az életről, halálról, meg hogy mi van a halál után, mint a legtöbb kamasz. Az a durva, hogy egyáltalán nem engedhetem meg magamnak, hogy én ilyen mélyre lecsúszszak. De hogy ez a bakancslista valahol kicsit olyan is, mint hogyha készülnél arra, hogy te el fogsz menni. Mivel ugye az én ilyen nagyon mély pontomba jött ez az ötlet, akkor úgy is gondoltam. De most már ez inkább átalakult egy ilyen kívánságlistává. Nyilván ugye ez a vakancslista, ez úgy jött, mivel hát ez ugye utal arra, hogy mi a probléma. Akkor ez a vakancslista neked valamennyire egy készülés a halálra is, nem? Szeretném azt hinni, hogy nem, de úgy van most még így egyelőre kimondva. De én abba bízom, hogy így az orvostudomány esetleg mostanra fejlődik esetleg annyit, hogy valahol valami módszer esetleg közben jön, vagy bármi, ami esetleg nekem segíthet. Olyan szintű elfogadást látunk rajtad, ami ezerből egy szerintem. Annyit beszélünk erről, hogy el kell fogadni egymást, el kell fogadni magunkat, legyünk önazonosak. És közben meg azon kibuksz, hogy van egy bazi nagy pattanásod, és azt nem tudod elfogadni. Konkrétan, és akkor itt van Zsuska, és így ülök, hogy... Hát amúgy itt azért a sok kórházi bentétnek volt annyi előnye, hogy én rengeteg türelmet tudtam így magamon gyakorolni. Mert ott aztán tényleg semmit nem lehet sietetni. Se az, hogy most jöjjön donor, se az, hogy a gyógyszerek hamarabb hassanak, vagy az én szervezetem, vagy így hogyan fog mire úgy reagálni, szóval. Mert sokszor volt, mert kb. Azért imádkoztam, hogy akkor most azonnal legyen vége. Mindegy, hogy, de legyen vége. És általában mindig akkor történt valami olyan változás, ami sokkal pozitív irányba kezdett el menni, és mindig ez adott egy ilyen plusz löketet, vagy erőt, hogy csak nincs ennek úgy vége, hanem hogy akkor még van előre. Belegondoltál abba, hogy milyen ember lennél, hogyha ez az egész betegség nem lenne? Ó, rengeteget. De szerintem akkor én egy teljesen más személyiségű, meg lelkületű ember lennék. Hát én alapból, hogy kislányként is, mielőtt ez az egész úgy jött, én nagyon visszahúzódó, kis naív kislányka voltam, de ez úgy erősített, ez az egész. Amúgy ez a fura, hogy én most semmit nem változtatnék. Mert én hiszem, hogy minden okkal volt, és minden okkal történik, és lehet, hogyha most ez az egész dolog nem történik, akkor veletek se találkozom. Az a tudat, hogy valakinek a szíve van benned, hogy az milyen érzés? Semmi különbség nincs. És azt sem tudod, hogy tudat. Kinek a szíve. Tehát, hogy gyakorlatilag nem. Egy szerv. Igen. És semmi. Semmi. Sem férfi, nő, bárhonnan. Semmi. És örülsz neki, hogy így van? Szerintem jobb így. Egyszerűbb elfogadni. Hát Zsuska, nagyon örülünk, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. És örülünk, hogy ilyen hirtelenbe is be tudtál ideugrani közénk. És köszönjük ezt a beszélgetést, mert nekünk ez nagyon tartalmas volt, úgyhogy reméljük neked is. Na, tehát mindenképpen. Nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor osszátok meg, lájkoljatok minket is, iratkozzatok fel, valamint nézzetek rá az Instagram, Facebook, Spotify és TikTok oldalunkra is. Sziasztok!